Szeretettel köszöntök mindenkit, aki ezen a szép napon, március 15-én nemzeti ünnepünkön megtisztelt minket a gazdakörbe. Hagyományos kolbász, kóstoló fesztiválunkból, egy kicsit nagyképpen mondom, hogy fesztiválunkból, kolbász, kóstoló versenyünkön, aki minket megtisztelt. És a részleteknek, a lebonyolításnak a menetére átadom a szót Geló Pallinak. Elmondja majd, hogy hogyan legyen meg. Tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit. Külön Gáboreket, külön Kamerát. Nem és polgármesterről, a polgármesterről a szeretettel. És gazdakörű, a gazdakörűkkel külön. A polgármester az volt. Csak annyit, hogy egy bizonyos lakodalom közbeszólt ebben rendezvénybe, és egy kicsit így fokíjas, szerényebben vagyunk, mint szoktunk, de nem baj, máskor is lesz, reméljük még jövőre is. Ez a 9. kolbász versenyünk, mert ezt tehát úgy fogalmaztuk meg annak idején, hogy száraz kolbász verseny. Hát száraz lehet a tavalyi, egy-kettőt észrevettem, hogy van közte, de a mostani, tehát ennek a szezonnak a gyártmánya az nem olyan száraz. De attól függetlenül finomok, és tetszetősek szépek. Hát tulajdonképpen a szavazás menetel, illetve a zsűrizés úgy történik, ugye, hogy közönség zsűri van, tehát mindenki bírál, mindenki fog kapni lapot, amire följegyzi azt a három kolbásznak a számát, annak a három kolbásznak a számát, ami ő neki legjobban tetszik. Nem egynek, nem kettőnek, és nem négynek. Ha már négy, akkor kiesik a versenyből, az a szavazás. Tehát, mi van, ha minden? Akkor is kiesik. Köszönjük. És majd egy szavazat számláló bizottságot, vagy mondjuk szerintem a zsűrit összetörténünk, akik szavazó lapokat szépen összesítik, és majd utána ugye eredményhirdetés lesz. Hát van, aki tudja, hogy melyik az ő kolbásza, van, aki nem tudja, de nem baj az. Majd én tudni fogom, hogy melyik ki, nekem föl van írva, és hát tulajdonképpen elvileg az egész titkos, mert elvileg én tudhatom, hát mert valaki a hátam mögött megnézte a beírást, az tulajdonképpen ennyit szerettem volna mondani, és még akkor szeretnénk kijelölni a szavazat a számláló bizottságot. Nem megbízható. Cankatyár. Hogy mondja el a basztani állás illetve is, hogy lehetséges, hogy állja meg a műveket, a mesterműveket, mert van akinek a mestersége, aki ezt csinálja, tehát mester. Van, aki az évek hosszú során csinálja, gyerekkora óta, az azért tanult el ezt a mesterséget, tehát tulajdonképpen ezek a kolbászok mester. Várjál, még csak kettő van, aki javasoltam valamit, csak van a családbarcai csáló? Teljesen. Javasoljátok. Egyikőtök nem adott kolbát? Hát, egyikőtök sem. Akkor még egy javasoljátok. Kétetre vágtak a pillanatokat.
Mindenki szabad, és aztán a szabadon bizottság. De tulajdonképpen nem kell ezt olyan sokáig esetelni, mert már nem az első eset. Minden hatú Istenünk, áld meg bennünket, és áld meg ezeket az eleteleket, melyeket a Te jó voltadból magunkhoz veszünk, Krisztus a bűnünk által. Amen. Jöjj el, Jézus végünk, áld meg, amit adtál nékünk, nagy Uram, jó esélyünk, Jézus nevecsésünk. És nem tudom, a himnusz még. Március 15-e tiszteletére, Zoli Lécér. Ez is lehet.
A verseny erősségére, hogy a második helyen volt verseny alakult ki. Kérem szépen 13-13 szavazatot kapott a 8-as kolbász gazdája. Harangozó Péter! Ez is múlva, igen, gondoltam. És az egyes számú kolbász gazdája. Kuhászal megyek! Kuhászal! Mérték többen szavazattal, a ma este győztes kolbász a 19 szavazattal, tehát 13 szíves 19 szavazattal, a 9-es tétel gazdája. Kisebb József név! Amit a polgármester úr ajánlott föl és át szeretné adni, mégpedig a családi kupapánk a két szavazattal, tehát kettő különbíra, de az értékítéletünk az megfelelő, ott nem, mi is a 9-es hoztunk ki elsőnek. És én neki az igazság az, hogy én sem szíves adni meg ezt a szépen. Ide jobb lett. Mindenki hallja, milyen program lesz a jövő héten. Hát nem fogjátok elhívni. Gábor. Jövő héten milyen programunk lesz? Gábor. Vacsora. Hát megint, veszünk meg